A napokban került sor Szekszárd életének egyik legjelentősebb beruházásának, a 7 milliárd forintból épülő tudásközpont alapkőletételére. A szakma már évtizedek óta arról beszélt, jelenlegi infrastruktúrával nem lehet már könyvtárat és levéltárat üzemeltetni. A szakmai munka látja kárát a helyzetnek. Ezt mindenképpen megoldja majd a most indult építkezés. Az azonban kérdés, milyennek kell lennie a jövő könyvtárának, hogyan segítheti majd és tudja-e segíteni a gazdasági fejlődést, az oktatást, a közművelődést. Ezekről a kérdésekről mondta el gondolatait Liphauser János, az Íj és Gyula megyei könyvtár igazgatója. Amikor ilyen régóta vár valaki egy új lehetőségre, akkor csomó mindent belegondol, félő, hogy túlgondolja, de mindennek ellenére komolyan azt gondolom, hogy abban a világban, és ez egy paradox dolog lesz, amit most mondok, ahol a digitalizáció felerősödik, ahol nagyon sok mindent az interneten keresztül lehet elérni, ott a könyvtárnak az a fajta jellege, amit egy épület tud a legjobban megfogalmazni, hogy ez egy találkozási hely legyen, egy inspirációs közeg, egy jól működő tanulási hely, az föl fog erősödni. Pont azért, mert ugye csomó egyéb funkció máshol van meg, de az, hogy a könyvtár egy közösségi helynek kell, hogy legyen, egy alkotó helynek kell, hogy legyen, ahhoz az a folyamat látszik a világon, mindenhol erősödik. Ehhez viszont egy normális épületnek kell lennie. Tehát, hogy az a dolog, ami körül a mi szakmai gondolataink járnak, azok mind-mind arról szólnak, hogy hogyan tudunk mi olyan fajta kulturális központtá válni, ahol az olvasás kultúra középpontban állításával, de közösséget teremtünk, embereket kötünk magunk hozzá, olyan fajta kulturális kínálatot kínálunk a város lakosságának, ami a mi feladatunk. És az eddigi munkánkban folyamatosan tudtuk, láttuk, megtapasztaltuk, hogy ennek egy hátránya van a könyvtár életében maga az épületünk. Tehát, hogy ez biztosan egy új épület sokat fog rajtunk javítani. Ez az épület, amit megterveztek az építészek, hál' Isten a mi közreműködésünkkel, tehát meghallgatták a véleményünket. Ez nagyon sok olyan közösségi teret fog tartalmazni, amire már vannak terveink, hogy mit kéne vele kezdeni. Tehát, hogy azon gondolkodunk, hogy mi mindent akarunk benne csinálni. Itt említettem, hogy inspiráció, alkotóhely, oktatási hely, találkozások helye. Tehát ez a fajta kifejezési kör az, ami a nemzetközi szakirodalomban is visszaköszön, hogy egy épületnek ilyen fajta funkciókat el kell tudni látni. És szerencsés vagyok, hogy amikor ezeket a terveket megismertem, kollégákkal végigbeszélhettük, akkor azt éreztük, hogy igen, ezek a funkciók megtalálhatók lesznek ebben az új épületben. Tehát igenis lesz oktatási helység, lesz két olyan 10-15 fős oktatási terem, vagy szoba, ahol a könyvtárnak azt a fajta nagyon fontos digitális kompetenciafejlesztő feladatát lehet jól végeznie. Lesz az egész épületnek egy olyan agóra jellege, ahol tényleg az, hogy valami egy találkozási hely legyen, egy randi központ, vagy egy olyan hely, ahol az emberek csak azért, mert az a hely elég hivogató és jól működik, be akarnak oda menni, tehát ez is biztosan benne lesz ebben az épületben. Nyilvánvalóan a legújabb technológiákat a könyvtárhoz kötve, annak a használatát mi elsajátítva és továbbadva szeretnénk teremteni egy olyan helyiséget, és ez van egy 50 fős eludó terem, ahol a terveink szerint nagyon sok mindent kipróbálnak, hatnak az emberek. Ezt a modern könyvtári szakirodalom a Make-up részének ilyen alkotóhelynek tekinti. Erre már egy számos kezdeményezés indult el a könyvtár életében, a robotikával, a 3D nyomtatással, de a varró tanfolyammal, a horgoló, a korib horgolással, tehát ahol az emberi alkotó tevékenység a helyszínes megjelenjen. Van olyan hely a világon, ahol nincs is olyan, hogy művelődési játszat, mert ez a könyvtárban van.
evidens módon, de igazából, ahogy a kérdésre válaszoljak, az a különbség, hogy mi az olvasás kultúrát tekintjük a legfontosabb feladatunknak. Tehát nem azt gondolom, hogy nekem azt kell csinálni, mint egy művelődési háznak, nem is szeretném elvenni, és nincs, nem is vagyunk rá felkészülve, a kompetenciáink nem ezek. De az, hogy a modern világban az olvasás kultúrát szolgálja egy közintézmény, ahhoz nagyon sok mindent kell csinálni. Nem elég csak azt mondani, hogy gyertek, itt vannak a könyvek. Tehát, hogy ez már kevés. Másrészt ez a funkció a össztársadalmi szinten, hogy az emberek értelmesen gondolkodva képesek olvasni, ismereteket elsajátítani, ez az egyik legfontosabb funkciója most is a tudás alapú társadalomnak. Az iskola, ahol professzionálisan oktatják, a család, ahol ezeket az elvárásokat megfogalmazzák az új generációval szemben, és legyen egy olyan hely, ahol az ember bemegy, és akkor azt érzi, hogy igen, a helyén van, itt kell olvasni, itt van az a lehetőség, ahol az új ismeretek szerzésének, egy szórakoztatásnak, egy kikapcsolódásnak, egy inspirációnak a helye van. És ez a világon mindenhol így működik. Számosan tették fel ezt a kérdést már Nyugat-Európában is, az Egyesült Államokban és a nálunk fejlettebb társadalmakban is, hogy akkor tényleg mi lesz a könyvtárnak dolga, és azt kell látnunk, hogy sehol nem bicsaklott meg ez a történet, ez mindenhol ott maradt, igen, hogy ez fontos. Ez egy jellemző történet, amikor a digitalizáció kapcsán megkérdezték az amerikai Congressus Library-t, a kongresszusi könyvtárat, hogy melyik az a formátum, ami a legidőtállóbb, az volt a válasz, hogy a papír. Tehát, hogy az a fajta dolog, hogy egy nagy technológiai váltás közepén vagyunk, és akkor ez majd átalakítja a világot körülöttünk, ez egyrészt igaz, másrészt sose volt úgy igaz, hogy eltűnjön belőle az, ami már fontos volt az életünk szempontjából. Tehát, hogy az, hogy olvasni kell, az, hogy a tudást valahol kumulálni kell, össze kell gyűjteni, ezt segíteni kell átadni, és segíteni kell eligazodni benne az embereket, ez egy teljesen örök funkció, most akár agyaktáblára írunk, akár papíruszra, teljesen mindegy a hordozó. A funkció az lesz, hogy az embernek kell valamilyen szinten tudásátadást biztosítani, és itt nyilván partnereknek kell lenni az iskolákkal, a könyvtáraknak. És ez egy teljesen természetes dolog. De abban a közegben, amikor az emberek egy csomó mindent a képernyők, a technikai eszközök előtt ülve tudnak bonyolítani, akkor fölértékelődik a személyes kapcsolatoknak a lehetősége. Fölértékelődik az, hogy egy helyen történjen ez. Ez a hely ne az enyém legyen, ne a másiké legyen, ez egy semleges hely, ezt szokták harmadik helynek hívni, nem a munkahely, nem a család, hanem egy olyan hely, ahol az ember úgy tud elmenni, ahol az a fajta vágya, ami mondjuk a kulturálódásban, a pihenésben fontos, ott meg tudjon jelenni. És hogy ez a könyvtárnak egy nagyon fontos feladata. Nyugat-Európában, ahol a posztindustriális társadalomban pontosan tudják, hogy a kreatív ipar, az új hozzáadott értéknövelés az egy nagyon fontos szempont. Ott nem kérdés, ott fontos, pontos elemzések mutatják ki, hogy ennek a hozzáadott értéke nagyon fontos egy társadalom szempontjából. Olyan szinten gondolják ezt, hogy hajlandók rá milliárdokat áldozni. Jellemző példát hadd mondjak. A Finnország a nemzeti függetlenné válásnak az ünneplését az új Helsinki könyvtár átadásával ünnepelte meg. Szerintem senkinek nem kell elmondani, hogy Finnország abból a félgyarmati kezdetben, hogy hol a svédek, hol az oroszok gyarmataként létezett, egy nagyon erős és nagyon tudatosan vállalt kulturális, oktatási szerepkörrel tört ki, és nyilván lehet a Nokiát mondani, de nem csak a Nokiából áll a Finnország, hanem abból a tudásból, amit el szoktunk felejteni, hogy Magyarországon az 1700-as évek közepén rendelt el Mária Terézia, hogy olvasni kell, ezzel szemben Finnországban ezt jó 100 évvel megelőzve nem házasodhatott az az ember, aki nem tudott írni és olvasni. Tehát
van egy olyan tradíció, ami a műveltséggel, a kultúrával függ össze, és hogyha erre a tradícióra rá tudja építeni egy ország a jövőjét, a technikai kihívásoknak ekként felel meg, akkor ez kilő. Ahogy lehet látni, a skandináv országok egy félperifériás helyzetből a világ egyik legjobban működő, legboldogabb társadalmává tudtak válni. Én nem azt akarom mondani, hogy ez csak a könyvtárak dolga, de azt gondolom, hogy a könyvtárak nélkül nem lehet olyan társadalmat építeni, ahol a műveltség és a kreatív tudás, az alkalmazkodó képességnek az a magas szintje ne lenne fontos. Tehát ahol ezt fontosnak tekintjük, ahol azt gondoljuk, hogy a társadalom jövője abban van, hogy kiművelt emberfők vannak, ahol a megújulás képessége természetesen benne van az oktatási rendszerben, a gazdaság működésében, ott nagyon fontos háttérintézmények vannak ehhez. Ez a színház, ez a kultúra, ez az irodalom, ez mind, ami ehhez kell. Mondok egy másik példát, ezt Frany Tamás mondta, akkor még nem volt az akadémia elnöke, most azóta már nyilván akadémia elnökként ezt biztos megerősíteni is. Abban az őrült kihívásban, amit az információ dömping magunkra ömlése jelent. Tehát mindenki érzékeli, hogy nem az a problémánk, hogy valamiről nem tudhatunk, hanem hogy azért nem tudunk, mert hogy észre sem tudjuk venni abban az iszonyú információ áradásban, ami özönlik ránk. Erre kellenének eszközök az agyunknak. Kellenének olyan képességek, tudások, ami képesek ezt az őrült nagy tömegű információt feldolgozni úgy, hogy egy helyes döntésekre, értelmes reakciókra tudjunk szert tenni általa. És ő azt mondja, hogy az agynak, a biológiai szerveződésnek, az agynak a vizsgálata kapcsán arra kellett rájönnie, hogy van egy nagyon fontos összetevője a tudásnak, a tanulás képességének, és ezt leginkább egyfajta érzelmi intelligenciával lehet kifejezni. Tehát ez az, ami képes úgy szinkronizálni az emberi kognitív képességeket, hogy ez magas szintű információ feldolgozáshoz legyen alkalmas. És ha az valakinek ez alacsony vagy magas, ez befolyásolja, hogy mennyire tud ez működni nála. És ez viszont fejleszthető. Az a fajta érzelmi intelligencia, és ő ezt egyértelműen megmondta, hogy a művészetek által, a kreatív tudások által, a zene, a tánc, a művészet egyéb formái, és hát nyilván ehhez kapcsolódva ennek a leguniverzálisabb formája, legabstraktabb formája az olvasás kultúra. Tehát az, hogy az írott szöveg feldolgozása, abból képzetek készüljenek az ember fejében, ez mind hihetetlen fontos ahhoz, hogy a társadalom ne elbutulva legyen képes elszenvedni az információ áramlást, hanem egyfajta kreatív módon felkészülve tudjon rá jól reagálni. És ennek egy fontos szereplője a könyvtár. Mindenfajta olvasás, kutatás azt mutatja, hogy ez nem egymást kizáró történet. Tehát a technikai eszközök használata az nem úgy függ össze, hogy minél többet használja a gyerek a technikai eszközt, annál kevésbé fog olvasni, hanem ez együtt jár egymással. Tehát minél magasabb szinten képes, tehát hogy azok a gyerekek, akkor inkább úgy mondom, hogy nyilván az a tapasztalat megvan, hogy egy csomó gyerek tényleg bele tud feledkezni, és ez egy veszély az internet világába. De azt nemigen látom, hogy magas szinten olvasni tudó, kreatív és nagyon minőségi irodalmat olvasó gyerekek ne használnak a technikát. Nyilvánvalóan a gyerekek fognak olvasni, mert nem tudnak másképp információhoz jutni. Az, hogy milyen szöveget és milyen platformon olvasnak, ez persze a jövő zenéje. Az, hogy ezekben a különböző új formákban megjelenik-e az a fajta minőség, amit művészetnek lehetne hívni, tehát ami képes katarzist okozni, ami képes az embert belsőleg építeni, fejlett. Azt meg azt gondolom, hogy a művészet mindig képes volt az újabb és újabb technológiákra alkalmazva megteremteni a maga új formáit. És nem hiszem azt, és ebben alapvetően optimista vagyok, hogy generációk fognak úgy fölnőni, hogy ne lenne fontos nekik a művészet. Tehát
Mert valahol az az embernek a legfontosabb belső története, hogy szeret történeteket hallgatni, szeret erkölcsi tanulságokat levonni, szereti magát meghatódva átélni, szereti, hogyha valami mélyen megérint. Ez mindenkit benne van. Ez nem fog eltűnni attól, mert új technológia van körülöttünk. A kérdés a sokkal inkább az, hogy akkor az irodalom, a magas művészet erre hogyan reagál. És én nem ezt tudom mondani, nem tudom azt mondani, hogy nyilván a háború és béke lesz az a szöveg, amit most egy tininek a kezébe kell adni. De emlékszem még arra az időszakra, vagy megtanultam ezt a kultúrtörténetből, hogy a nagy regények eleinte az a nőknek az olvasmánya volt, női szerzőkkel, és egy férfi ember nem olvasott regényt, mert azt majd a Jane Austen megírja a nőknek. Az, hogy éppen melyik műfaj az, ami aktuális, hogy melyik műfaj az, amit legmagasabb szinten tekintünk a művészetek hordozójának, ezt én nem tudom mindig megmondani, ez nyilván egy folyamatos változás kérdése. Az biztos, hogy mindig lesz olyan fajta művészet, ezen belül irodalom is, ami képes arra, hogy az embert megrendítse. Azt is hiszem, hogy a dolgunk persze az, amire te kérdezel, és nem ki akarok bújni a válasz mögül, hogy igen, hogy olyan új és újabb generációk nőjenek föl, akik képesek akár az említett háborús békét is elolvasni, de ez nyilván azon vezet az út, hogy először Leiner Laurát olvas, vagy először Harry Pottert olvas, és hogy az neki természetes élménye legyen, hogy az olvasás a szórakoztató dolog is, nem csak egy házi feladat, nem csak munka, bár az is igaz, hogyha azt várjuk el, hogy valaki értően legyen képes új információhoz jutni, akkor ott el kell jutni odáig az olvasás tanításnak, hogy az emberek szórakozásból is tudjanak olvasni. Tehát, hogy ha nincs meg ez a fajta rutinszerű, fáradtság nélkül való olvasás képessége, akkor az új ismeretszerzés is nagyon nehéz. És akkor ez a társadalmi haszna, vagy az, amit kérdeztél, hogy közgazdaságilag hogyan jelentkezik ez, ott akkor rosszabbul működik a társadalomnak az integrációs képessége, kevésbé tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Tehát ezek egymásra épülnek, és hát vannak nagyon szerencsétlen rossz jegyek abból a szempontból, hogy a magyar társadalom szakad ketté. Magyarul nem az a jelenség van, hogy úgy egységesen az a magyar társadalom nagyon kevéssé olvas és kulturálódik. Az a fajta elit, aki magas szinten használja a kultúrát, az továbbra is fönn van. A magyar társadalom akármilyen szinten vett elitjének az elvárása a saját gyerekeivel szemben, hogy kerüljön be az elitbe, művelődjön, tehát ezek megvannak. Én sehol nem hallottam még komolyan vett embert, aki azt gondolná, hogy nem érték az olvasás. Tehát, hogy ezek a dolgok mindenhol a magyar társadalomban értékként jelenik meg, fontosnak jelenik meg. Az egy más kérdés, hogy abban a helyzetben, ahol éppen a magyar történelemben állunk, ahol a magyar társadalom egy nagyon nehéz integrációs alkalmazkodás időszakban van benne, ahol a saját értékeit megkívánva őrizni, mégiscsak alkalmazkodni kell egy globális kihíváshoz. Ebben a helyzetben nagyon sokan szakadnak le. Tehát ez van, ezt érzékeljük, ezt tudjuk. Azt gondolnám, hogyha ezt ilyen szinten látjuk, akkor azt is lehet tudni, hogy ez nem a könyvtár elsődleges problémája, hanem ez a társadalom összproblémája, aminek van egy kihatása a könyvtárak működésére, arra, hogy mit kell csinálni, de ebből következik persze. Igen, akkor foglalkoznunk kell a hátrányos helyzetűekkel, a könyvtár mindig is ezt csinálta, foglalkozni kell a különböző nehézségekkel, az esélyegyenlőség megteremtése az mindig is egy nagyon fontos feladata volt a könyvtár munkájának. És hát nem biztos, hogy a leghatékonyabbak vagyunk, bár azt is gondolom, hogy azáltal, ha könyvtárról beszélünk, akkor
azt mindig elmondom a kollégáknak, hallgatóknak, a könyvtár nem önmagában van, hanem a könyvtár, jelesül például a Tornamegyei Illyő Gyula könyvtár, nem önmagában létezik, hanem a magyar könyvtári rendszer részeként. Kapcsolódva nálán a nagyobb országos gyűjtőkörű nagykönyvtárakhoz, és kapcsolódva és támogatva nálán a kisebb, több mint közel 100 Tornamegyei települési könyvtárat, ahol mi ellátószolgálatot működtetünk. Nem nagyon van a magyar társadalomban ilyen széles hálózat, ami működőképes. És nagyon kevés olyan intézmény van a kis településeken, ami az elvi esélyegyenlőséget szolgálja. A könyvtár ez. És amikor arról kezdünk el gondolkodni, hogy az olvasás visszaszorul a magyar társadalomban, ez sajnos igaz, de nem azért, még egyszer mondom, mert az olvasás presztízse eltűnt volna, hanem hogy a társadalomnak van az a fajta problémája, hogy szakad ketté. Műveltségben, kulturáltságban, vagyoni helyzetben, és ebben a helyzetben ez lokálisan is megrakható, ez a kis településeken igaz elsősorban. És hogyha valahol az a probléma merül fel, hogy nem olvasnak az emberek, ez valószínű itt van. De hogy az én könyvtárosi tapasztalatom nem ez. A könyvtárosi tapasztalatom az, ha van egy lelkes könyvtáros, van hozzá jó kialakított infrastruktúra, megadjuk a szolgáltatás lehetőségét, egy ilyen kis településen csodát tesznek a könyvtárosok. Akkor mennek be az emberek és olvasnak. Tehát én nem azt látom, hogy ez egy eleve vesztes háború, hanem azt gondolom, hogy itt dolgozni kell sokat, azt a munkát kell végezni, amire hivatottak vagyunk, amire a hivatásunk, szolgáljuk az olvasó embert.